A háborús infláció akkor szűnik meg, ha béke lesz, ezt mondta Gulyás Gergely. A miniszter szerint az árstoppok a családokat védik. Rakétatámadásokat hajtott végre az orosz hadsereg Ukrajna keleti részében, a helyi hatóságok szerint civil áldozatok is vannak. Újabb egészségügyi csapás érte Észak-Koreát, a koronavírus elterjedése után úgy tűnik, a kolera is megjelent a kommunista országban. Megint lövöldöztek Amerikában, egy templomba rontott be egy fegyveres támadó, három embert lelőtt, ketten meghaltak. Jó napot kívánok, ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunai Józsanát vagyok. A magyar családok védelme érdekében döntött az árstoppok fenntartásáról a kormány, így fogalmazott Gulyás Gergely a mai kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte, a kabinet értékelte a háború hatásait, egyúttal megerősítette, hogy az élelmiszer és a benzinár stoppot október 1-ig, a hitelmoratóriumot és a kamat stoppot pedig az év végéig fenntartják. Gulyás Gergely kitért az inflációra is, ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a kormány számításai szerint a rezsicsökkentés és az árstopp 6%-kal csökkenti a pénzromlást. A háborús infláció akkor szűnik meg, hogyha béke lesz. A kormány csütörtöki árstoppokat érintő döntései az infláció elleni küzdelem jegyében születtek. Többek között erről is beszélt a kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, minél közelebb van valaki a háborús övezethez, annál nagyobb az infláció. Magyarország, a magyar kormány a lehető legtöbbet teszi az infláció mérséklése érdekében. A rezsicsökkentés megvédésével és az árstoppokkal elértük azt, hogy 5-6%-kal alacsonyabb az növekvő energiárak miatt, már inkább 6%-kal alacsonyabb az infláció, mint amennyi egyébként lenne ezek nélkül, az intézkedések nélkül Magyarországon. Orbán Viktor csütörtökön közösségi oldalán jelentette be, hogy meghosszabbítják az árstoppokat. Így október 1-ig továbbra is marad a 480 forintos benzin és gázolajár a magyar rendszámos autók számára. Az árszabályozás meghosszabbítása azt jelenti, hogy továbbra is az eddig megszokott fix áron vásárolhatunk 7 alapvető élelmiszert. A kristálycukor, a búza finomliszt, a napraforgó étolaj, a házi sertéscomb, a csirkemell, a csirkefarhát és a 2,8%-os zsírtartalmú tehéntej ára marad ugyanannyi október 1-ig. De december 31-ig a hitelmoratórium és a kamatstopp is életben marad, amelyről még tavaly évvégén döntött a kormány. Ezzel a könnyítéssel eddig nagyjából mintegy 1,2 millió lakossági ügyfél élt, mintegy 1,8 millió hitelszerződés esetében. Ahogy vállaltuk, a családokat, a nyugdíjasokat, a munkahelyeket és a rezsicsökkentést az elhúzódó háborús helyzetben is meg fogjuk védeni. Még május végén mondta ezt a miniszterelnök, és szakértők szerint a vállalások teljesülésének egyik legfontosabb feltétele az árstopp rendszer. A magyar lakosságnak a pénztárcáját nem terheli meg annyira ez a, hát részben a háború, nyilván ez is az oka az áremelkedésnek, részben a nem igazán szerencsés szankcionálási politikája az EU-nak, még az összes többi EU-s országban ezek közvetlenül ráterhelődnek a fogyasztóknak a pénztárcájára, többet kell fizetniük a benzinkútnál, többet kell fizetniük a rezsinél, addig a magyar családok azok ezek ellen a hatások ellen védve vannak. A kormányzati árszabályozás társadalmi támogatottsága jelentős, erről tanúskodik a Nézőpont új kutatása is. A felmérés szerint a magyar választók mintegy háromnegyede egyetért azzal, hogy csak a magyar rendszámmal rendelkező autókba lehessen kedvezményes áron üzemanyagot vásárolni. Az intézkedés támogatói abszolút többségben vannak, a kormánypárti szavazók között 87 és a baloldali szavazók körében is 53%-os. A kormányzati lépés minden társadalmi csoportban erős támogatással bír, ami erős felhatalmazást jelent a Brüsszellel folytatott vitában, áll a Nézőpont intézet elemzésében. Gyurcsány embere az egekbe emelni a benzinárát, ezt írta az Origo annak kapcsán, hogy Dávid Ferenc, a Demokratikus Koalíció gazdaságpolitikusa és országgyűlési képviselője azt fejtegette az ATV műsorában, hogy nyugodtan az egekbe lehet emelni a benzinárát, a magyarok úgyis kifizetik majd. A lap megjegyezte, Gyurcsány Ferencék a magyarokkal fizettetnék meg a háború árát. Teljesen árugalmatlan. Akár mennyi az ára, ugyanúgy fog fogyni. Bizonyos termékek árait, mint például az üzemanyagét, nyugodtan lehet emelni. Az emberek úgy is kifizetik. Erről Dávid Ferenc, a DK országgyűlési képviselője beszélt a múlt héten az ATV műsorában. Én nagyon-nagyon régen végeztem a közgazdasági egyetemen, és akkor tanították,
te is, mindannyian tanultak, ezzel foglalkozott, ABC termék van. Alkohol, benzin, cigaretta. Itt verték a fejükbe. Teljesen árugalmatlan. Akár mennyi az ára, ugyanúgy fog fogyni. Lemegy két hétig, lemegy három hétig, lemegy egy hónapig, és így jön vissza a görbe, és a fogyasztás bejár. Nagyon, attól, ezek a számok, ezek meseszámok. Ezt úgy verték a fejünk, hogy az ABC termékek, azok nem kell izgulni az államnak, emelheti, szedi be az adót nyugodt szívvel. Ezt lépcsőzetesen ki kell vezetni. A Gyurcsány párt gazdaságpolitikusa korábban is támadta az üzemanyagárstoppot. Szintén az ATV-ben mondta azt, hogy nyár végéig lépcsőzetesen és osztott teherviseléssel ki kell vezetni azt. Én azt gondolom, hogy ha nyár végére ki tudnák vezetni egy ilyen osztott felelősséggel, osztott teherviseléssel, akkor be fog állni egy magasabb benzinár. Az Origo azt írta, jól látszik tehát azzal, hogy Gyurcsányék folyamatosan támadják a benzinárstoppot, a magyarokkal fizettetnék meg a háború árát. Ezzel szemben a kormány továbbra is azon dolgozik, hogy ezt megakadályozza, ezért hozták létre a honvédelmi és a rezsivédelmi alapot is. A magyar emberek fizetik a legolcsóbb rezsiárakat Európába, és a magyar emberek tankolhatnak a legolcsóbban egész Európában. A KDNP frakció vezető helyettese az M1-en arra hívta fel a figyelmet, hogy a benzinárstopp miatt az Európai Unióban jelenleg Magyarországon kell a legkevesebbet fizetni az üzemanyagokért. Nacsa Lőrinc kiemelte, Brüsszel és a baloldal támadja az intézkedést, de a kormány számára a legfontosabb az, hogy megvédje a magyar családokat a háború okozta nehéz helyzetben is. Egy rendkívüli helyzetben, már pedig most rendkívüli helyzet van, rendkívüli döntésekre van szükség. Például a magyar forgalmival tankolható 480 forintos benzin vagy gázolajár, az alapvetően nyilvánvalóan nem egy normális helyzet, hogy külföldi rendszámú Európai Uniós autók nem tankolhatnak ezen az áron, de most nekünk az elsődleges feladatunk az, hogy a magyar embereket és a magyar családokat védjük. Tavaly november közepén döntött a kormány arról, hogy 480 forintban maximálja literenként az üzemanyagárat. Azóta már kétszer meghosszabbították az intézkedést, a mostani a harmadik. A benzinástopp október 31-ig biztosan marad, így a magyar rendszámú autókba továbbra is hatósági áron lehet tankolni. Magyarország továbbra sem támogatja a globális minimumadó bevezetését, ezt az álláspontot képviseli a magyar pénzügyminiszter az európai pénzügyminiszterek tanácskozásán. És ugyanezen a véleményen van az amerikaiak az adóreformért szervezet elnöke is, aki Joe Bidentől az Egyesült Államok elnökétől azt kérdezte, Amerika miért nem utasítja el a minimumadó ötletét épp úgy, ahogy Magyarország. Az elképzelés lényege egyébként az, hogy a különböző országok egységesen 15%-os társasági adót vessenek ki a multinacionális vállalatokra. Miért nem utasítja el Joe Biden elnök úr ezt a rettenetes ötletet ugyanolyan világosan, ahogy azt Magyarország teszi? Teszi fel a kérdést Twitter oldalán a globális minimumadó bevezetésének terveiről az amerikaiak az adóreformért elnöke. A szervezet vezetője figyelmeztetett, hogy a minimumadó árt az állampolgároknak és az adófizetőknek. Grover Norquist hivatalos weboldalukon, az Americans Tax Reformon részletesen kifejtette, milyen károsnak találja a minimáladó bevezetését. Úgy fogalmaz, az adóalap külföldre csatornázása rontaná az Egyesült Államok versenyképességét. Továbbá kifejti, a minimáladó hátrányos lenne olyan országoknak, mint Írország, Bulgária vagy Magyarország, melyek jelenleg alacsonyabb, versenyképesebb szinten tartják a társasági adót. A globális minimumadó ugyancsak fenyegetés a szegényebb, fejlődő országoknak, melyeknek fenn kell tartani a növekedésüket. Elemzését azzal zárta, hogy különösen veszélyes az ötlet most, mikor háború dúl, és más kihívásokkal is szembe kell néznie a nyugatnak. Az OECD 2019-ben kezdte kidolgozni a globális minimumadó szabályozás keretrendszerét. A Párizsban elfogadott megállapodás lényege, hogy a jövőben egységesen 15%-os társasági adót alkalmaznának a kormányok a multinacionális vállalatokra. Nem titok, hogy nagy hangsúlyt fektetek a nemzetközi adóreform előrehaladására, ideértve a globális minimumadót, amely egyenlő feltételeket biztosít és emeli a kulcsfontosságú bevételeket az emberek javára szerte a világon. Így érvelt a Biden kormány terve mellett a szenátusban a múlt héten az amerikai pénzügyminiszter. A tárcavezető által említett globális minimumadó elvileg 2023-ban lépne életbe. A gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet által megfogalmazott szabály 15%-os adót vet neki a nagy nemzetközi vállalatokra minden országban, ahol jelen vannak.
Joe Biden kormánya lelkesen támogatja a tervet, amelyet egy a gazdagokat sújtó különadóval is kiegészített. A törvényhozás republikánus tagjai azonban hónapok óta arra hívják fel a figyelmet, hogy a minimumadó éppen a jól teljesítő amerikai vállalkozásokat fenyegeti, miközben más országok kivonhatják magukat a szabályok alól. Gazdasági értelemben megadjuk magunkat, itthon és külföldi versenytársainkkal szemben is. A kongresszus nem fog ratifikálni olyan megállapodást, amely Amerikát rossz helyzetbe hozza, és értékes adóbevételeket ad át külföldi kormányoknak. Figyelmeztetett múlt héten az adóügyekben illetékes képviselőházi bizottság elnök helyettese. A globális minimumadó arra kényszeríteni Magyarországot, hogy duplázza meg, emelje kétszeresére a vállalkozásokat terhelő adókat. Ma a magyar adószint 7,5%, míg a globális minimáladó 15%, ezért a magyar kormány nem támogatja a bevezetését, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, a minimáladó elviselhetetlen terheket róna a magyar gazdaságra és a magyar vállalkozásokra. Ezzel Magyarország adóelőnyét is elveszteni a térségben és Európában, és ami még fájdalmasabb, a vállalkozásoknak pedig olyan plusz terheket jelentene, amit még egy normális gazdasági időszakban is nehéz lenne elviselni, nemhogy egy háború által szorongatott európai gazdaság időszakában. Gulyás Gergely hangsúlyozta, az európai pénzügyminiszterek mai ülésére a magyar tárcavezető is ezzel az állásponttal érkezik. Ezt Varga Mihály közösségi oldalán is megerősítette. A magyar álláspont világos, háború és szankció okozta válság van, az adóemelés pedig káros a gazdaságra, ezért Magyarország nem támogatja a globális minimumadó bevezetését. Van rá esély, hogy akár az év végéig megállapodjon a magyar kormány az Európai Bizottsággal, és megérkezzenek az első uniós támogatások. Erről az uniós források felhasználásáért felelős miniszter beszélt brüsszeli tárgyalásai után. Navracsics Tibor elmondta, hogy amennyiben az ősz folyamán sikerül megegyezni a partnerségi megállapodásról, akkor azt követően az újjáépítési alappal foglalkoznak majd. Technikai szinten továbbra is folynak az egyeztetések, és azt mondanám, hogy nem állunk olyan rosszul. A kompromisszumra szerintem mi mindig is készek voltunk. A bizottság esetében vannak időnként olyan elvárások, ahol tisztázni kell, hogy egészen pontosan mit gondolnak ezen. Folytatódik a harc Ukrajna keleti részén, az ukrán hatóságok szerint az oroszok újabb rakétatámadásokat hajtottak végre a térségben, míg orosz tisztviselők arról számoltak be, hogy az ukrán határhoz közel egy orosz települést és légicsapás ért. Közben az Európai Bizottság várhatóan ma délután ismerteti álláspontját Ukrajna uniós csatlakozási kérelméről. Egy lebombázott épület romjai között kutatnak túlélők után Liszicsanszk városában az épi hírügynökség által csütörtökön közzétett felvételeken. Ukrán források arról számoltak be, a városban légicsapás ért egy óvóhelyként szolgáló épületet, ahol a támadásban 4-en meghaltak és 7-en megsérültek. Épp otthon voltam, amikor hallottam a robbanást. Mindenhol csak füst és hamu volt, valaki borzalmasan sírt. Oda rohantam, de már csak a romokat és a holtesteket találtam, mesélte egy helyi férfi. A hatóságok arról is beszámoltak, hogy a városban egy egészségügyi létesítményt is találatért, itt azonban nem számoltak be áldozatokról. Jelenleg a két stratégiai jelentőségű város, a Luhanszk megyei Szeverodonyeck és Liszicsanszk környékén dúlnak a leghevesebb harcok. A terület kormányzója szerint 10 000-en rekedtek az orosz erők által körbezárt Szeverodonyeckben, ahol már ivóvízhez is alig lehet hozzájutni. A civilek kimenekítése rendre meghiúsul, az ukrán hatóságok és a helyi orosz barátszakadár fegyveresek egymást vádolják a kudarc miatt. A TASZ orosz hírügynökség péntek reggel arról adott hírt, hogy az ukrán határhoz közeli Kurszk régióban az ukrán egységek mozsárágyúval bombáztak egy orosz települést. A régió kormányzója szerint sérülés nem történt, és komolyabb károk sem keletkeztek. A szakadár Luhanszki Népköztársaság oroszországi nagykövete pedig arról számolt be, az ukrán erők ballisztikus rakétát lőttek Krasznyi-Lucs településre. Csütörtökön közösen látogatott el Kijevbe Emmanuel Macron francia elnök, Olaf Scholz német kancellár, Mário Draghi olasz kormányfő és Klaus Johannis román államfő. A megbeszélésen az európai vezetők hangsúlyozták, hogy a jövő heti brüsszeli csúcstalálkozón támogatni fogják Ukrajna azonnali Európai Uniós tagjelöltségét.
Közben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtökön interjút adott a BBC-nek, a politikus úgy fogalmazott, nem szállták meg Ukrajnát. Egy különleges katonai akciót indítottunk, mert csak így tudjuk elmagyarázni a nyugatnak, hogy bűncselekményt követnek el azzal, hogy Ukrajnát a NATO-ba húzzák, mondta Szergej Lavrov. Eközben az ENSZ emberi jogi tanácsa arról számolt be, a dél-ukrajnai Mariupolért folytatott harcok során a nemzetközi humanitárius jog súlyosan sérült. A tanács eddig több mint 1300 civil halálára talált bizonyítékot, ám arra is utalt, hogy a valós szám ennél jóval magasabb is lehet. A menekült áradat továbbra sem csökken a magyar határon, a segítségpontokon, ahogy eddig is, minden segítséget megadnak a szakemberek a háborúból érkezőknek. Most kapcsolunk Berek Surányba, Zépintje Zsolthoz, szervusz Zsolt, mik a legfrissebbek? 4-500 ember jön át a határon, ezek a legfrissebbek. Üdvözlöm a nézőket Berek Surányból. Úgy tessék elképzelni, hogy a legtöbben azért autóval jönnek, őnekik nem kell segítség, de nagyon sokan jönnek gyalog. Az pedig úgy történik, hogy átjönnek ugye az ukrán-magyar határon, a magyar oldalon már várja őket egy kis busz, ami egészen pontosan idáig a segítségpontig szokta őket hozni. Mi azt tapasztaltuk a mai napon, hogy olyanok jöttek át leginkább, akik már tudták, hogyan haladjanak tovább. Vannak egy néhányan ellenben, hogy a kollégám meg tudja mutatni, akik várakoznak arra, hogy nekik valamiféle kapcsolatuk legyen Budapesttel, vagy pedig Nyugat-Európával, és ebben a pillanatban érkezett meg egy kis busz a határról. És látszik is, hogy újabb és újabb menekültek érkeznek Ukrajna felől. Na most ezeknek az embereknek egy része természetesen segítséget kér és segítséget kap. Magyar-Máltai Szeretetszolgálat munkatársa most is segít kipakolni. És ez a jellemző, hogyha valaki szeretne például fürdeni, igénybe venni az itteni szolgáltatásokat, éhes, ételre van szüksége, éppen most érkezett meg egyébként egy néhány perce a melegétel, akkor ezzel is rendelkezésre tudnak szállni. De amint tetszenek látni, ezek az emberek átjöttek a határon, és ők pontosan tudják, hogy hova szeretnének menni. Mi azt is látjuk, hogy nagyon-nagyon sokan dolgoznak már Magyarországon, nagyon sokan dolgoznak Nyugat-Európában, és aki teheti, már néha haza is megy, tehát ingázik, és utána visszatér Magyarországra vagy Nyugat-Európába. Ez a jelenlegi helyzet itt Berek Surányban. Zsolt, köszönjük szépen. A kormány továbbra sem támogatja a dugódíj bevezetését a fővárosban, erről beszélt a kormányinfón Gulyás Gergely. A miniszter hangsúlyozta, a kabinetnek az az álláspontja, hogy nem szabad büntetni az autósokat, még ha a főváros erre is törekszik. Demszki Gábor főpolgármesterként még tett ilyen vállalásokat, de szerintünk nem kell anyagilag ellehetetleníteni azokat, akik autóval járnak, ha már a főváros úgyis minden eszközzel, úton és módon ellehetetleníteni igyekszik őket, az, hogy Budapesten gyakorlatilag autóval már nem lehet közlekedni. Az idei év eddigi legnagyobb hazai beruházását hajtja végre Nyíregyházán, egy dél-koreai cég jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, az elektromos akkumulátorokhoz fontos eszközgyártó vállalat 290 milliárd forintos fejlesztésével 1200 új munkahelyet teremt. A miniszter hangsúlyozta, az autóipar a magyar gazdaság gerincoszlopává vált. Magyarországon tehát a járműipar, az autóipar különösen erős alapokkal rendelkezik, és ez most a jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hiszen az autóipar egy forradalmi megújulás időszakát éli. Teljesen átalakul az iparág, a hagyományos meghajtások helyét lassan átveszi az elektromobilitás, és az elektromos autóké lesz a jövő. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban fogadta Hussein al-Muszalamot, a Vízesportok Nemzetközi Szövetségének, vagyis a FINA-nak az elnöke. A hazai rendezésű vízes világbajnokságra érkezett Budapestre. Az eredeti helyszín a japán Fukuoka visszalépése után. Orbán Viktor és al-Muszalam még februárban állapodott meg arról, hogy Budapest 2017 után másodjára is megrendezi az eseményt. A világbajnokság egyébként holnap kezdődik és két hétig tart. Megint nő a koronavírusos betegek száma Németországban, egy hét alatt 10 000-rel több a fertőzött, egyes szakértők már nyári járványhullámról beszélnek, ezért ismét számítani lehet intézkedésekre. Noll Katalin Berlinből jelentkezett.
Karl Lauterbach beszélt arról a szövetségi egészségügyi miniszter a CDF-en, hogy gyakorlatilag nem szeretnék elkövetni a korábbi évek hibáit, szeretnének előkészülni az őszi időszakra. Itt kilátásba helyezték, hogy belső térben ismét kötelezővé válik a védőmaszk, hogy lehetővé teszik a negyedik oltást az emberek számára, és újabb vakcinákat is a piacra bevetnek majd. Angliában az utóbbi időszakban megtorpant a napi fertőzések számának csökkenése, sőt a legfrissebb adatok a kiszűrt koronavírusos esetek számának emelkedését mutatják. London, Kertész Róbert. Nincs semmi jele hivatalos aggodalomnak, még kevésbé pániknak. Ennek két oka van. Egyrészt pontosan tudják, hogy melyik az a vírus törzs, amelyik ezt okozza. Az Omikron változat, a régóta ismert Omikron változatnak, az úgynevezett B4, B5 al változata terjed jelenleg Angliában, tehát nem bukkant fel semmiféle olyan új vírus törzs, amelyet eddig ne ismertek volna. És a szomszédos Szerbiában is emelkedik a fertőzöttek száma, minden 20. elvégzett teszt pozitív. A járványügyi szakemberek szerint ez nem okoz kockázatot, viszont attól tartanak, hogy a nyári szabadságra Szerbiába hazatérő németországi vendégmunkások behurcolják a fertőzést. Bár a maszk használat már csak az egészségügyi intézményekben és az idős otthonokban kötelező, továbbra is óvatosságra intenek. Szabadkáról Mészáros György tudósított. Szerbia legismertebb járványügyi szakembere Predrag Kon arra figyelmeztetett, hogy a nyári időszakban sem kellene elengednünk magunkat, sőt, ilyenkor, amikor a vírus úgynevezett lappangó időszakában van, vagy éppen pihen, akkor ez lenne a legcélszerűbb időpont arra, hogy aki még nem tette meg, az felvegye a védőoltást. A koronavírus járvánnyal párhuzamosan újabb fertőzés jelent meg Észak-Koreában. A helyi hatóságok egy emésztőrendszert támadó betegségről számoltak be, részleteket azonban nem közöltek. Külföldi egészségügyi szakemberek szerint a tünetek vélhetően kolerára utalnak, de nem zártak ki azt sem, hogy a tifusz a felelős a betegségekért. Teljes körű fertőtlenítéssel kezdődik minden műszak egy pennyeni kozmetikai gyárban. Észak-Korea fővárosában ugyanis hetek óta küzdenek a koronavírussal, amit a hivatalos jelentésekben csak láznak neveznek. A dolgozók testhőmérsékletét ezért érkezéskor megmérik, fertőtlenítik a kezüket, és a maszkviselés is kötelező. Tisztelt vezetőnk hangsúlyozta a járványellenes intézkedések fokozását, ezért a létesítményeket szigorúan fertőtlenítjük. 30 percenként tisztítjuk le például a kilincseket és más olyan helyeket, amelyeket az emberek gyakran megérintenek. Nyilatkozta az üzemfertőtlenítésért felelős hivatalnok. Észak-Korea csak pénteken több mint 23 ezer új fertőzöttet jelentett, vagyis április vége óta az országban csak nem 4,6 millió embernél jelentkeztek a koronavírus tünetei. A hivatalos adatok szerint eddig 73 áldozata van a járványnak, azonban az egészségügyi világszervezet szerint a valós adat ennél magasabb lehet. Észak-Korea egészségügyi rendszere ugyanis elég elmaradott, a nemzetközi segítséget pedig visszautasították. Közben az ország déli részén egy másik emésztőrendszeri problémákat okozó betegség jelent meg. A tisztelt Kim Jong-un elvtárs június 15-én otthonában elkészített gyógyszereket küldött a Koreai Munkapárt Bizottságának Dél-Fangve tartományba, tekintettel arra, hogy az itt található Haeju városban akut belgyógyászati fertőzés tört ki, jelentette az Észak-Koreai Központi Televízió hírolvasója. A csatorna pénteken arról is közölt képeket, hogy a csomagokat átadták a helyieknek. A hivatalos jelentés szerint mintegy 800 család kapott gyógyszert. Arról azonban nem számoltak be a hatóságok, hogy hányan fertőzöttek meg az új betegségtől. Külföldi egészségügyi szakemberek szerint a tünetek alapján tífuszról vagy koleráról lehet szó. Ráadásul az a tartomány, ahol az új járvány megjelent, Észak-Korea a fő mezőgazdasági régiója, így a lakosság megfertőződése tovább ronthat az országot sújtó élelmiszerhiányon. Újabb fegyveres büntény történt az Egyesült Államokban, ezúttal egy templomban lövöldözött egy férfi Alabamában. A támadásban ketten életüket vesztették, egy ember megsérült, a gyanúsítottat őrizetbe vették, egyelőre nem tudni, miért gyilkolt. Az idei évben több száz lövöldözés volt az Egyesült Államokban, több tucatnyian haltak erőszakos halált. Emiatt az amerikai kongresszus múlt héten törvényjavaslatot fogadott el a fegyvertartás szigorításáról. Helyi idő szerint csütörtök este lövöldözés tört ki egy templomban, az Alabama állambeli Birmingham közelében. A tűzoltók, mentők és a helyi rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre. A lövöldözőt elfogták és őrizetbe vették. A lone suspect
A gyanúsított besétált egy templomi gyűlésre és lövöldözni kezdett. Három embert meglőtt, közülük ketten életüket vesztették. A harmadik személy megsérült, ő jelenleg kórházban van, mondta a rendőrparancsnok. A hatóságok a támadóról és a lövöldözés motivációjáról nem közöltek részleteket. Egyelőre azt sem tudni, hogy hányan voltak a templomban, amikor a lövések eldördültek. A 40 ezeres kisváros lakóit megrázta a tragédia. Szürreális volt az egész, csak az járt a fejemben, mi folyik itt. Ez nem történhet meg a közelemben. Más helyeken, számomra ismeretlen emberekkel ez már megtörtént, de ezúttal akár az egyik barátom is köztük lehetett volna, mondta egy fiatal férfi. Az elmúlt időszakban több tucatnyi lövöldözés történt az Egyesült Államokban. Egy fegyveres erőszakok dokumentálására szakosodott szervezet adatai szerint csak június 16-án 26-an vesztették életüket lőfegyverek által az országban. A fokozódó fegyveres erőszakra válaszul az amerikai képviselőház múlt szerdán törvényjavaslatot fogadott el a fegyvertartás szigorításáról. 21 évre emelnék a félautomata fegyverek vásárlásának alsó korhatárát. Ekközben a szenátusban két párti megállapodás született a kézi fegyverek eladásának szigorításáról is, ami megakadályozná, hogy bárki könnyen fegyverhez jusson. A demokrata-republikánus közös javaslat 30 év után az első lépést jelentheti a fegyvertörvény módosításához. A szenátus várhatóan augusztusban dönt a törvényjavaslat végleges változatáról. Rekordszámú csapattal indult el a harmadik tiszatavi PET kupa, ahol a világon egyedülálló módon hulladékkal küzdenek a hulladék ellen. A vasárnapig tartó környezetvédelmi programon 14 pillepalackokon levegő kenus különítményt tisztítja meg a tavat és az ártéri erdőket. Tavaly 20 tonna hulladék gyűlt össze a folyami versenyeken. Kapcsolunk a helyszínre Szilágyi Anitához, szervusz. Milyen eredményre számítanak most ők? Szervusz, szeretettel köszöntöm a nézőket is. Természetesen arra számítanak, hogy a korábbi évekhez hasonlóan több tonna szemetet tudnak összegyűjteni, és ehhez mindent meg is tesznek. Maga a megnyitója ennek a harmadik tiszatavi PET kupának 9:30-kor volt. 9:30-től 10:00-ig biztató szavakat kaptak a lelkes csapatok, önkéntesek, civil szervezetek, majd 10 és 11 óra között szálltak vízre ezek a vízi járgányok, amelyeknek az a különlegességük, hogy mindegyiknek valamilyen részét képezik a PET palackok. Ezek a PET palackok száraz jéggel vannak megtöltve, és ezek adják a felhajtó erőt a járgányok működéséhez. Tulajdonképpen 10 és 11 óra között ugye minden védelmi intézkedést is megtettek a tiszatavi kupán résztvevők, hiszen minden felszerelésnek meg kellett lenni az adott létesítményben, aztán pedig vízre szálltak és elindultak. Az a cél, hogy a következő 3 napon keresztül minél több PET palackot és oda nem illő szemetet találjanak meg a vízen, az ártéri erdőkben, természetesen nem csak PET palackokat, hanem minden mást, ami nem odavaló összegyűjtenek. Azt tudtam meg a szervezőktől, hogy a szemetet, amit összegyűjtenek a csapatok, hogyha már nagyon sok van egy-egy vízi járművön, akkor kapnak egy segítséget, egy nagyobb hajót, aki oda megy melléjük, az összegyűjtött szemetet átrakják, és hát a csapat így továbbra is tudja folytatni az útját, illetve a szemészedést, a természet megtisztítását. Erre nagy-nagy szükség van, hiszen azzal az állandó problémával küzdik ez a terület, hogy a folyamatos esőzések, bizonyos árvizek miatt összegyűlnek évről évre ezek a nagyobb kupac szemetek. Természetesen nem céltalanul bolyonganak a csapatok, akik egyébként itt mellettem, körülöttem is láthatók, hiszen korábban feltérképezték azokat a helyeket, ahol megtalálhatóak ezek a szemét kupacok, tehát jó az idő mindenféleképpen. A körülmények adottak arra, hogy minél több szemetet, akár több tonna hulladékot összegyűjtsenek, és én is csak azt tudom nekik innen kívánni, hogy jó időt és jó munkát. Hát mi is ezt kívánjuk. Anita, köszönjük szépen! Idén is útra kelt a Nyarai Itthon stábja. A közmédia turisztikai műsorában ezúttal ismert emberek mutatják be Magyarország értékeit, rejtett kincseit. Megismerhetjük lakóhelyüket, kedvenc tereiket, és az egyes epizódokban ellátogattunk azokhoz a nevezetességekhez, vagy kirándulóhelyekhez is, ahová valamilyen személyes élményük fűződik. A több héten áttartó utazásra Molnár Csilla, a Nyarai Itthon műsorvezetője kíséri a nézőket. A mai második részben Makkóra látogatott el, ahol Szentpéteri Csilla zongoraművésszel találkozott.
heti célunk Makó, a Vöröshagyma, a fürdők és a zene városa. Szia, Csilla! Szia, Csilla! Szia! Hát, üdvözlégy itt Makó városában. Köszönöm szépen! Az én szülővárosomban. Mehetünk Szia. Tovább? Mehetünk tovább. Makó első virágzása a 13. században volt. Vezetője Makóban összeolvasztott néhány falut, melyekből pár év alatt a környék kereskedelmi központja lett. Itt Makó minden a kereskedelemről szól, a város szépségein túl, és látod, hogy mindenhol hagymát is lehet kapni. Nem véletlenül a hagyma városa, illetve már nem csak a hagyma városa. Úgyhogy képzeld el, hogy én akárhányszor innen visszautazok Budapestre, az osztálytársaim hagymát termelnek, és mindig egy zsák fokhagyma és egy zsák vörös hagyma. Csak gondolhatod, hogy milyen az, amikor hazaérkezel. A város nevezetességei könnyen elérhetőek biciklivel és gyalog egyaránt. Érdemes leülni egy pillanatra Pátyol Misi, a legendás prímás szobra mellé. Húzz el a nótámat! Ha nyár, akkor mindenképpen érdemes bemenni a fürdőbe. A Találó nevű hagymatikum a gyógyfürdők rajongóinak és a strandolni vágyó családoknak egyaránt hatalmas élmény. Csobbani persze nem csak itt a hagymatikumban lehet, a környéken ugyanis sok a természetes víz, így vétetlen neki adni egy jó kis kirándulást. Ez visz már a, egyenesen a Maros parthoz. Én nekem ez mindig olyan utazás, hogy itt újra ilyen 16 évesnek érzem magam. A szüleimmel jártunk annak idején sokat ide le. Annyira pici volt sokszor a Maros, hogy gyakorlatilag át lehetett sétálni a másik oldalra, és ilyen kis homokszigetek alakultak ki. A Maros part a pihenni vágyunkat és az aktív kikapcsolódás kedvelőit is várja. Csilla, gyere, találkozunk ennél a fánál. Jó? Már indulok is. Gyerünk, gyerünk! Az idillt az év legszebb látványossága teszi még tökéletesebbé. Ez a jelenség a tiszavirág nevű kérészfaj utolsó és legfontosabb napjairól szól. Azért kell neki 3 év lárva állapot után, hogy szaporodjanak, és utána szinte azonnal elpusztuljanak. Itt a Marossal párhuzamosan kialakították a tanösvényt, amin végig lehet biciklizni 12-15 kilométeren keresztül. És itt a hátunk mögött pedig a két part között kifeszítettek drótokat, és képzeld, hogy én már ezen átbicikliztem a Maros fölött. Eddig tartott a híradó, további híreinket megtalálják weboldalunkon a híradó.hu-n, már is a Nemzet és Sporthíradó Bénémet Péter várja önöket.